Nagy szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit a lélekemelő című vallási műsorunk kezdetén, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai alkalommal is folytatjuk közös gondolkodásunkat a János Evangéliumról, Jézus feltámadásának eseményeiről, az Anyaszentegyház Szent Egyház korai szakaszának életéről, hiszen az evangéliumi szövegek már figyelembe veszik az élő egyházat, és természetesen tűnődünk saját lelki életünk szempontjairól, jelenségeiről, kapcsolatainkról, a hit beli állapotunkról, vagy a hit keresésének lehetőségéről. Folytassuk tehát az elemzést a János Evangélium. 20. fejezete nyomán, a 19. verstől a 23. versig terjedő szakaszról van most szó, Amelynek kezdeti verseit mint egy ismétlésképpen beszéljük át, és aztán haladunk tovább a szövegben. Amikor beesteledett még a hét első napján, Megjelent Jézus a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. A hét első napján történnek ezek az események, vagyis a feltámadás napján, a húsvét vasárnapján, úgy is mondhatjuk, és kegyes megfogalmazásban szoktuk emlegetni, hogy a teremtés nyolcadik napján, mely az újjá teremtésnek a napja, bár fontos figyelembe vennünk azt is, hogy a Bibliai Teremtés könyvében, a Teremtés történet hatnapos leírásában az első teremtői akarat a világosság megteremtése, az Úr kimondja, hogy legyen világosság. Nézzük csak meg a bibliai szöveget a Biblia leges könyvének leges oldalán, első verseiben. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel az első nap. Ez a teremtés első napja. Vagyis a mindennapi életvitelben és a zsidó gondolkodásban nyilvánvalóan azért követik a, az emberi tevékenységben a teremtés napjait az emberek, legalábbis a sorrendben fontos erre felfigyelnünk, mert hiszen a hetedik nap az a nyugalom napja, amikor az Úr megpihen, tehát ettől nem lehet eltekinteni, és valahogy el kell, hogy kezdődjön a hét, kell, hogy legyen a hétnek első napja, és ez, mivel a teremtés történet szerint az Isten nyugalmához igazodik az ember nyugalma, és a hetedik nap a teremtő nyugalmának a napja, akkor bátran visszaszámolhatjuk az eseményeket, és figyelembe vehetjük azokat a teremtői aktusokat, amelyek az egyes teremtési napokat jellemzik, amelyek keletkeztek, létrejöttek Isten teremtő akaratából a hatnapos teremtéstörténet leírása szerint. De most minden napra nem kell odafigyelnünk, hanem csak a hét első napjára, mert most az események is a hét első napjához kapcsolódnak, a feltámadás eseményei, és érdemes, bár sem a könyvünk, sem egyéb más külső körülmény nem késztet arra bennünket, hogy hogy minden áron párhuzamot vonjunk a teremtés első napja és a... a feltámadás napja, mint a hét első napja között, de mégis hasznos. És mint egy jelképes is, ha egymás mellé állítjuk a teremtés történet első napját, amit most idéztem, és a feltámadás napját. Hiszen azt mondja a teremtési leírás, hogy hogy a föld puszta volt és üres, és sötétség borította a mélységeket. És ez a sötétség mindenképpen meghatározó, és a még rendezetlen állapotnak, és a még nem létnek a kifejezője, hiszen még nem történt meg a teremtés. Tehát bátran mondhatnánk, hogy ez aztán már a megteremtett világ állapotának az jelenségei sorában, ez valahogy megfelel a halálállapotának, amely ugyancsak a sötétséghez kapcsolódik, az élettelenséghez, a, lét, a létezés hiányához, és nyilvánvalóan ez a halál állapota a teremtő erőt igényel, és ezért mondjuk azt, hogy a feltámadás napja az valójában az újjáteremtés, és itt és ekkor az Úr már nem a világosságot teremti meg, hanem az élet adja meg, az élet adja meg, vagyis a feltámadás ajándékát. És nem véletlen, hogy a feltámadásnak a külső jellemzője, vagy képzőművészeti ábrázolási példákon keresztül is elmondhatjuk, hogy hogy valami ragyogáshoz, fényességhez, fehérséghez, vagyis a világossághoz kapcsolódik, mert legyőzte a bűnnek és a halálnak a sötétségét az élet. Meghalván az élet, a halálon úr lett, énekeljük az egyik népénekünkben, vagyis az élet Krisztus, aki meghalt értünk, a halálon úrá lett, legyőzte a halált, és ezért ő, mint megváltó, más szóval újjáteremtő, ki helyreállította az eredeti állapotnak isteni szándékait, magát az állapotot teljes mértékben nem állította helyre, mert továbbra is viseljük a bűnterheit és következményeit, de megvan a remény az élet győzelmére, megvan a remény az örök világosságra, mert hiszen a Teremtés első napján még a váltakozó világosságot adta az Úr, mely váltakozik a sötétséggel, váltakozik a nappal, az éjszakával, de az örök világosságban már nincsen sötétség, az örök világosságban már nincsen homály, az örök világosság a jelenések könyvének a jövendőlését valósítja meg. Tehát soha nem lesz, nem lesz éjszaka. És olyan szépen írja ezt a jelenések könyve, hogy látni fogjuk az Úr arcát, és homlokunkkal lesz a neve, és nem lesz többé éjszaka, nem szorulunk rá a lámpa fényére, a napvilágra, nem szorulunk rá világító eszközökre, mert az Úr Úristen ragyog majd be mindent. Ezt fogalmazza meg a Jelenések könyve, amit most kötetlen módon idéztem, és nem szó szerint, de ez a végső győzelem a világosságnak, a végső győzelme. Erre gondoljunk most, amikor a hét első napját elemezzük, amikor a tanítványok sötétben vannak. Hallottunk már, és olvastunk itt a János Evangéliumban az a hajnali sötétségről, amikor még nem világosodott, ki nem kelt fel a nap, és már Mária Magdolna siet, akkor a hajnalban a sírhoz, és megdöbbenve látja, hogy a követ elhengerítették a sírtól, és sötétség van még a tanítványok lelkében is itt pedig a nap vége, amikor már beesteledik, amikor a tanítványok együtt vannak és félnek. Tehát bezárkoznak, félnek ez a lelki sötétségnek, reménytelenségnek az állapota, és ők ebben az állapotban vannak. Amikor aztán látjuk, hogy Jézus megjelenik közöttük. De fontos az időpont, amiről most hosszasan elmélkedtünk, és Jézus megjelenik a tanítványoknak, megjelenik maga a világosság, aki önmagáról elmondta, én a világ világossága vagyok, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Erről is olvastunk a János evangéliumban Jézus a Jeruzsálemi nagy fény ünnepen világosságnak mondja magát ez én vagyok kijelentésével, és megjelenik a világosság. És talán oly módon is beszélhetünk, ahogyan a János evangéliuma kezdődik, vagy kezdődött, Hogyha ide lapozunk, akkor ez is egy fontos hely lehet, ahogy először megjelenik a világosság a világban, vagyis a, a megtestesülésben, akkor ezt így írja János evangéliuma, a világosság. Jézusban van, tehát azt mondja, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága, a világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. És majd újra értekezik János evangéliuma itt a előszóban a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött, a világban volt, általa lett a világ, de mégsem ismerte föl a világ. Tulajdonába jött, de övé nem fogadták be. Vagyis aki a hitben fogadja, az fog, tudja igazán elfogadni ennek a világosságnak az érkezését. Övé nem fogadták be. Ez nagyon fontos megjegyzés, hogy Jézus személyében eljött a világosság, megjelent a világban, megtestesült a láthatatlan és örök Isten, az örök ige, a második isteni személy eljött, de övé nem fogadták be. És más helyütt még olvashatunk erről, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Amikor tehát megjelenik Jézus a tanítványoknak, akkor mondhatnánk ezzel a másik párhuzammal, amit most a János Evangélium előszavával húzunk meg a feltámadási nap eseményei között. Így tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy megjelent nekik Jézus a világosság. Ez itt nincs leírva, ezek most a szabadjára engedett fantáziánknak töprengései, a képzett társításaink, amelyeket megengedhetünk magunknak, mert itt most nem egy hivatalos bibliai elemzésről van szó, hanem Tűnődésről, az események, a jelenségek üzenetéről, és itt nem tagadhatjuk le, ami már korábban elhangzott és megtörtént, hogy megjelent nekik Jézus, vagyis megjelent nekik a világosság. A teremtés első napján, vagyis a feltámadás napján, az újjáteremtés napján. Úgy vélem, hogy ezek igazán érdekes, de még inkább izgalmas és fontos kérdések, illetve párhuzamok, amelyeket felfedezhetünk Jézus feltámadás napi megjelenésében, és előre visszalapozva eddigi bibliai ismereteink ide vonatkoztatható helyeire, itt megtaláljuk a kapcsolódási pontokat, mert a feltámadásban eljött újra, és véglegesen a világ világossága. Tartsunk rövid szünetet! És nézőink, most folytatjuk a lélekemelő című vallási műsorunkat. Megjelenés az apostolok előtt János Evangéliuma 20. fejezet 19. -től 23. versig terjedő szakasz. Mai találkozásunk első szakaszában eltűnöttünk a hét első napja. A világosság megjelenésének szerepéről. És nézzük meg, hogy a két kiváló professzor úr elemzése még mit tesz hozzá az előbb már elmondottakhoz. Jézus a hét első napján este jelenik meg a tanítványoknak, ahol együtt voltak. Itt nem, nem mondja el, hogy milyen alkalomból voltak együtt, hogy és hol volt ez a hely, bizonyára azért izgatottak voltak az események nyomán. A csalódottságukat is megoszthatták egymással, de a várakozásaikat is bizonyára, de erről itt nincs szó, szó szerint nincs leírva. Ezt hozzá tehetjük az emberi belegondolás érzelmeink alapján. Ugyanakkor a kedves professzor Ura Gál Ferenc és Rózsa Huba könyve alapján arról is szó esik itt, hogy a hét első napján való összejövetel az mind a mai napig az egyháznak a találkozási időpontja, az egyház tagjainak összejöveteli napja, a hét első napja, amit most magyar nyelvünkben vasárnapnak hívunk, a szép orosz nyelvben Vászkreszényének, mond a orosz nyelv, vagyis feltámadásnak, mert hiszen az eseményről kapta a nap is az elnevezését, és az Úr napja ez a nap számunkra, amit meg kell szentelnünk, tehát kialakult a vasárnap megszentelésének Gyakorlata, szokása, kötelezettsége, hiszen ez a legfontosabb nap hétről hétre az életünkben, vagyis a vasárnap. A magyar nyelvben a szombat-vasárnapot hétvégének szoktuk mondani, és a gondolkodásunk a vasárnapi napot gondolja a hét utolsó napjának, hiszen. <kül> A munka hétnek az első napját nevezzük hétfőnek, tehát avval kezdődik a, a hét, úgy tűnik, de nem igaz. A hívő gondolkodásban nem hétvége a vasárnap, hanem a hét eleje, és a hívő naptáraink, a katolikus naptárak mindig így jelzik a vasárnapot, hogy avval kezdődik a hét hiszen az a hét első napja, és a liturgikus heteket is a vasárnapról nevezzük el. Az új hét mindig a liturgikus szempontok alapján a vasárnapi nappal kezdődik. Így tehát János evangéliuma már ezt is figyelembe veheti, hogy a kialakuló, kibontakozó gyakorlat a keresztények életében az ősegyház életében már fontosnak tartja az együttlétet, a hívő közösség tagjainak találkozását a hét első napján. A szerző itt csak azt emeli ki, hogy ami ezt a napot ünnepé emlékezetessé tette. A zsidóktól való félelem miatt zárva tartották az ajtót, erről még nem beszéltünk a mai alkalommal, már múltkor igen. A lényeg az, hogy a félelem bennük van. Tartanak a népvezetőitől, tartanak azoktól, akik a mester halálát akarták, sőt el is érték az ő kivégzését. Tehát a tanítványok is ilyen szorongó szívvel vannak együtt, és ezért zárva tartották az ajtót. Akkor a félelem érthető volt, de az Evangélium megírásakor a zárt ajtó már csak jelkép, erről szó volt már, de ismétlésképpen elmondjuk, hogy ez a bezártság, ez az elkülönülésnek az állapota, hogy az egyház már elhatárolódik a, a zsidó vallási gyakorlattól, hagyománytól, vagy, vagy ünnepi rendtől, saját hitrendszere lesz az egyháznak, saját liturgiája van az egyháznak, és tegyük hozzá, hogy a nap is más, mint a zsidóságnak a hét hetedik napja, amikor amit az Úrnak adnak, és azt nevezik az Úr napjának, és a nyugalom napjának, mi pedig ezt a vasárnapról állítjuk, és akkor is ünnepeljük ezeket. Már nem az ó ószövetségi várakozásban él az egyház, hanem az új szövetség beteljesítő eseményeinek tudatában, és azért is fontos itt a zárt ajtókra való hivatkozás, mivel Jézus ebben a megjelenésével jelzi azt, hogy számára nincsenek zárt ajtók. A feltámadott test már egészen más, mint a jelenlegi még halára szánt vagy rom, romlandóságra meggyengült testünk. A feltámadott test valóságos test, mert megérinthető, majd látjuk, hogy hogy Jézus kis józanítja a tanítványokat a félelmükből, igazolja az ő test szerinti megjelenését, de ez már nem fájós test, nem fájnak a sebek, Jézus nem éhezik ott van megérinthető, valóságos és fizikai értelemben is test. Ugyanakkor nincsen már kiszolgáltatva ez a test a fizikai törvényszerűségeknek, korlátoknak, így az ártajtóknak sem. Tehát ezért is fontos ez a megjegyzés. Egyrészt azért, hogy a, tan a tanítványok féltek, ezért zárkoztak be, a másik fontos üzenet az, hogy Jézus mindennek ellenére, az zárt ajtók ellenére is meg tud jelenni közöttük, vagyis számára nincs fizikai akadály. A házba való belépés és köszöntés a személyes valóságot jelzi. A testi valóságában jön el Jézus, ezért köszön, mert megérkezett, és és mint régi ismerőseihez, tehát olyanok közé érkezik, akik őt jól ismerték, hiszen a tanítványai. Ezt a szentírási szöveg így mondja el a 19. versben. Tehát Jézus belépett, megállt középpen, és köszöntötte őket: Békességnektek! Tehát a köszöntés a testi valóságára utal, és kifejezetten hangsúlyozta azt, tehát a szerző hangsúlyozza a, a testi valóságnak a tényét, ezt külön kiemeli, és e szavakkal, olvassuk tovább a huszadik versben, megmutatta nekik kezét és oldalát az úr láttára, Öröm töltötte el a tanítványokat. 20. vers. Itt tehát megjelenik testben, és egy kicsit kételkednek nyilván a, a tanítványok, és ezért fontos, hogy Jézus megmutatja a fizikai testét, megmutatja, a kezét és az oldalát. Erre is kaptunk magyarázatot, mert a sebek itt a szenvedésre utaló jelek maradnak, bizonyítéknak mutatkoznak, és a sebek azok a kezén és a lábán vannak, illetve az katona megnyitott megnyitotta Jézus oldalát, tehát ott van az oldal a sebe is. Ezért mutatja meg Jézus a kezét és az oldalát, és ez bizonyítás, bizonyító eljárás valójában Jézus tanítványai számára. Ez az a kéz, amelyel Jézus megérintette az embereket, vagy megáldotta őket. Olvassuk, hogy a gyerekek iránt ilyen kedves szeretettel viseltetett, kezüket, kezét a fejükre téve megáldotta, őket engedjétek hozzám a gyermekeket. Nagyon fontos ez a meghívás Jézus részéről, tehát a kezével csodát tett, jógyított, érintett, a kezébe vette a kenyeret az utolsó vacsorán, és mindaz, ami a, az emberi kézhez Kapcsolódik. Ez itt elmondható, amikor Jézus megmutatja a kezét, nem beszélve a három évtizedes előéletéről, amely a nyilvános működését megelőzte, amikor kétkezi munkával dolgozott, megtanult a Szent Józseftől az asztalos szakmát, vagyis az ács mesterséget. Az oldal pedig, Utalás lehet arra a megjegyzésre, amit János Evangéliumában a 13. fejezetben olvastunk, amikor arról szól a szerző, hogy Jézus mindvégig és határtalan szeretettel szerette a tanítványait. Tehát ez is egy nagyon fontos megjegyzés, hogy mindvégig szerette őket. Nagyon szép gondolat az is, hogy a sebek utalnak a bárány küldetésre, amit már keresztelő Szent János beharangoz, hogy így mondjam, amikor azt mondja, hogy nézzétek, itt van az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Vagyis keresztelő Szent János úgy mutat rá Jézusra, mint bárányra, és ő valóban az értünk feláldozott bárány, akinek alakja ugyancsak a jelenések könyvében nagyon sokszor megjelenik hivatkozás a bárányra, mindvégig Jézusról van szó természetesen, amikor a bárány előkerül. Az egyházatják a kézemlítésénél a keresztségre gondolnak, amelyet Jézus szerzett. Az oldal se pedig, ahogy erről már gondolkodtunk annak idején, amikor víz és vér folyt ki a sebéből, az oldal pedig az eukarisztiára utaló jel, külső bizonyító erejű jel, amit meg lehet érinteni. Így tehát ez a két szentség ábrázolja Titokzatos módon, vagyis misztikus módon az ő halálát és feltámadását. Mert hiszen Szent Pál is aztán majd így tanít, hogy meg kell halnunk, Krisztussal együtt, alá merítkezve a, a vízbe, hogy a halálában megkeresztelkedünk és feltámadunk a megújuló életre a bűnbánat által. Láthatjuk, hogy milyen árnyalt és milyen színes. Az a gondolatsor, amit egy-egy rövid megjegyzésből is ki tudunk emelni, a János Evangéliumot olvasva. Tartsunk ismét rövid szünetet. Kedves nézőink, a Lélekemelő című vallási műsorunk mai adásának harmadik részéhez érkeztünk. János Evangélium a 20. fejezet, 20. vers. Megmutatja Jézus a kezét és az oldalát, ennek jelképes üzenetéről beszéltünk de arról még nem, hogy az Úr láttára örömtöltötte el a tanítványokat. Az Úr látása örömet okoz a tanítványoknak, mivel az evangélista előzetesen nem beszélt félelemről, bár a zsidóktól való félelmükben zárkóztak be. Ebből mindenképpen arra lehet következtetni, hogy a tanítványok öröme ez valójában a keresztény embernek, az egyháznak, az egyház tagjainak idők végéig szóló öröme és a legnagyobb örömhíre, Jézus feltámadása. Itt van, mint főpap, proféta, uralkodó, itt van, mint a kegyelem forrása. És Megígérte Jézus, hogy velünk marad minden nap a világ végéig, így tehát ez a megjelenési történet az egyháznak folyamatos lehetőségére utal, hogy együtt lehet az Úrral, és az Úr különböző módokon és időpontokban is megjelenik nekünk, nem a feltámadott testében, hanem más, titokzatos vagyis misztikus módon. Itt tehát örvendeznek annak, hogy látják az Urat, és így képviselik a keresztény közösséget az evangéliumi leírásban a tanítványok. A 21. vers a küldetésre hívja fel a figyelmet. Jézus megismételte, békesség nektek, amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. Ez nagyon fontos rész, a missziós szándék, és ebben benne van Jézusnak eredeti szándéka is, vagy küldetésének lényege, mármint az, hogy ő a mennyei atyától küldöttként jött közénk. Tehát ezért mondhatjuk, Akár angyalnak említhetjük, mert az angyalok is az Úr küldöttei, akár pedig az apostolokra gondolunk, akik szintén küldöttek. Az angyalok a teremtéstől kezdve kapják küldetésüket az emberekhez, az apostolok a kiválasztottságuk révén és Jézus missziós nyomán kapják a küldetésüket a többi emberhez a világban. Nézzük! A küldetés nagyon fontos, hogy Jézus továbbadja az ő szándékát, továbbadja a mennyei atyától kapott üzenetnek a Tolmácsolását. Így tehát azt a küldetést folytatják, amely az Atyában gyökerezik. Az Atya azt akarja, hogy az ő Fia róla tegyen tanúságot, hiszen Jézus el is mondja, hogy senki más nem ismeri az Atyát csak a fiú, és a fiút nem ismeri más csak az Atya. És a fiúk ki akarja az atyát nyilatkoztatni, vagyis elhozta a tőle kapott üzenetet, a küldetést. Amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is benneteket. Tehát azt a küldetést folytatják az apostolok, amelyek Istenben, az atyában gyökereznek, és onnan áramlik ki ez az jó hír, ez a feltárulkozás, amit sajátos nyelven és kifejezéssel élve kinyilatkoztatásnak nevezünk. Az atya azt akart, hogy a fiú róla tegyen tanúságot, igazolja az atyának a szeretetét, igazolja azt, hogy irgalmas hozzánk a mennyei atya, azt mondja az Úr Jézus, hogy atyámnak az az akarata, hogy senki el ne azok közül, akiket nekem adott, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Hát ezt az jóságot hozta el Jézus, és váltotta tettekre, váltotta valóra, és az ő áldását közvetítette a világ számára, hogy megmentse a világot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az oltári szentség is azt az életet közvetíti, amelyre meghívott minket a mennyei atya, aki ezt a kenyeret teszi, örökké él, olyan gyönyörű a János evangéliumban ezeken már régen, túlhaladtunk. Nyilván a túlhaladás nem azt jelenti, hogy befejezettségre gondolunk, hiszen mindig hivatkozunk a korábbi szakaszokra, vagy mondatokra, versekre, amelyeket már itt a János Evangéliumban olvastunk, vagy más bibliai helyekre is utalunk. De a nagy eukarisztikus, vagyis az élet kenyeréről szóló nagy beszéde, az Úr Jézusnak, János Evangéliumának a hatodik fejezetében, ezek már jelezték ezt az örök életre szóló lehetőséget és arra szóló meghívást, mert azt mondta, az Úr Jézus, aki eszi az én testemet és ha az én véremet, az bennem marad és én ő benne, és ha nem eszitek az emberfia testét és nem iszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. És megígérte, aki ezt a kenyeret teszi, örökké él. Vagyis, amikor az eukarisztiát ajándékozza nekünk Jézus, akkor a mennyei atyának az örök életre szóló meghívását tolmácsolja számunkra. Az élet kenyerét közvetíti nekünk. Ezért tehát magának az, az apostoli testületnek, az apostoloknak, és aztán később az egyház tagjainak nyilván a közösségben az előjárók szerepéről el nem feledkezve, az apostol utódoknak lesz feladata, és a közösség tagjainak, hogy ezt a kegyelmi rendet, ezt az isteni akaratot életben tartsa a imádsággal, az Isten tisztelettel, a Szent Liturgiával, és hirdesse ezt a kegyelmi rendet, amit Jézus ad nekünk a szentségeken keresztül, amelyekkel már mostani földi életünket erősíti, de amely előkészít minket az örök élet fogadására, vagyis hogy Krisztus testéből táplálkozva mi is megszentelődjünk, és az a test testünk, amelybe befogadhatjuk, mint táplálékot Jézust, ez romolhatatlan és örök életre szóló test legyen, ezt adja meg Jézus, aki elsőként támad fel ilyen romolhatatlan testben az életre, az Isteni életre, oda visszatérve, és ezt megígérte nekünk is, hogy ebben a, a mostani testünkben megerősödhetünk, de majd a újjáteremtett testben, hogy Szent mondja, hogy Jézus átalakítja a mi gyarló testünket, és hasonlóvá teszi, megdicső testéhez. Hát erről szól ez a jelenet is valójában, amikor Jézusnak a testére történik utalás, Jézus megjelenik az ártajtókon keresztül testben, megmutatja tanítványainak a kezét és az oldalát, és missziós parancsot ad, hogy ezt a tapasztalást, amit megéltek a tanítványok, és amiben részesültek, mert Jézus maga igazolta a feltámadott állapotát előttük, ezt továbbadják ez a küldetésük, ahogyan Jézus elvállalta a mennyei atyától a a számunkra irányuló és a bennünket felemelő küldetését, úgy mi is átvesszük tőle ezt a küldetést, hogy hirdessük az evangéliumot a világban, hogy Isten megmentő jóságára fölhívjuk a figyelmet. A küldetés pozitív és cselekvő, Először adni kell, és utána követelményeket támasztani. Mi is küldetést kaptunk Jézustól, most tehát ezzel az üzenettel gazdagodva szárhatjuk le mai közös gondolkodásunkat. Kérjük azt Jézustól, hogy mi is bátrak legyünk, mi is hitvallók legyünk és ne feledjük el, hogy az örök életre vagyunk hivatottak, és ennek örömhírét kell hordoznunk, vagy lehet hordoznunk magunkban, és ennek az örömhírét kell küldetésből továbbadnunk másoknak. Most erre a szép feladatra, küldetésre kérem Isten áldását, minden kedves nézőnk és szeretteik életére, és A lélekemelő című vallási műsorunk végén az Úr Jézus nevét dicsérve elköszönök, várva az újabb találkozás alkalmát, dicsértessék a Jézus Krisztus.